közös bemelegítéssel alapozták meg az egész napos lendületet a Fit Motion elnevezésű különleges sporteseményen, a nemrégiben megújult bonyhádi sportcsarnokban. Az egész napos fitness őrületet első alkalommal szervezte meg a tavalyi évben megalakult bonyhádi sportcentrum. Amikor már létrejött ez az intézmény, akkor már tudtuk, hogy fogunk valami hasonlót csinálni, csak a megfelelő időpontot kellett megtalálni. Tavaly évben vettünk egy nagyon szép mobil színpadot, pontosan ezzel a céllal, hogy szeretnénk rendezni egy fit napot, és február környékén el is kezdtük szervezni, lehet, hogy egy kicsit későn voltunk vele, de mindenképpen szerettünk volna valamit csinálni. Annak érdekében, hogy megtudjuk azt, hogy van-e létjogosultsága itt a városunkban egy ilyet tenni, ilyet létrehozni, de én úgy látom, hogy van, és a következő is már tervben van. Szeptember végén, vagy október elején fogjuk tartani a következőt. Úgy tervezzük, hogy mindig tavasszal egyet, illetve ősszel egyet csinálunk, különböző előadókkal, és azt sem titok, hogy az őszi rendezvényre már valami nagyon nagy országos hírű vendég is fog érkezni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó rendezvény, elsősorban ugye a hölgyeket mozgatja meg, de mivel szeretjük a hölgyeket, ezért próbálunk nekik segíteni ilyen szempontból is. Valóban többnyire a hölgyek sorakoztak fel a színpad előtt, szinte az egész termet megtöltve, akik a nap során különböző mozgáskultúrákkal ismerkedhettek meg. Az egyes mozgásformákat oktató prezenterek segítségével olyan népszerű edzéseken vehettek részt, mint a zumba és a jóga, vagy a kangú és a TRX, de egészen új, hazánkban még nem elterjedt sportokat is kipróbálhattak, mint például a gymstick vagy a pound. Nagyon szeretek mozogni, és nagyon örülök, hogy végre Bonyhádon is van egy ilyen nagyszabású rendezvény, és hogy ennyien eljöttek, az külön öröm, mert ugye a sport ugyan egyénileg is élmény, de azért közösségben mégiscsak lendületet kap az ember, és sokkal jobban érzi magát, és ez a lendület úgy gondolom, hogy jó hosszú ideig kitart itt nagyon sokak számára, és minden héten, vagy hát rááll talán a rendszeres sportolásra. A bonyhádi sportcentrumhoz nem csak a sportcsarnok, de egy ifjúsági tábor és szabadtéri sportpályák is tartoznak. A csarnokban jelenleg többnyire a helyi iskolák testnevelés órái zajlanak, de a működtetők szeretnék jobban, több mindenre kihasználni az impozáns létesítményt. A berendezés és a felszereltség lehetővé teszi például, hogy csoporttalálkozóknak, zenés eseményeknek, vagy akár gasztrofesztiválnak is otthont adjon az épület, de természetesen elsősorban a mozgásra szeretnék fektetni a hangsúlyt, és minél több sporttal kapcsolatos rendezvényt életre hívni. A sport az mindenre megtanít, nevel, önfegyelemre, oktat, és a gyerekeket is tényleg arra neveli, hogy minden nap mozogjanak, akkor sokkal egészségesebbek leszünk.